Tehát végül beszéljünk arról az iratról, amit úgy ismerünk, hogy Patmoszi János jelenéseinek könyve, jobban mondva tekercse, más néven apokalipszise. Jancsi ott ül Patmosz szigetén, mikor egyszer csak megjelenik az Úr, elviszi a mennyekbe, ahol mindenféle látomásokat tárnak elé, pecsétek, trombiták, fenevadak, az apokalipszis 4-5 lovasa, sáskaló, skorpió emberek, meg ami a csövönké. Abban azért mindenki megegyezik, látva a fenevad számát. Így gyorsan még megjegyzem, nincs az iratban semmiféle az antikrisztus, hogy az egész hóbelevanc allegórikus. Bár ennek ellenére sokan kargoskodnak amellett, ugyanazzal a lélegzetvétellel, hogy szó szerint értendő ez az egész. És ha már 666, egyes változatukban 616 szerepel számként. És hogy melyik az eredeti? Mindkettő! Egyébként még az értelmét is ki tudjuk számítani. Néró császárt akarja, aki időszámítás 54-68 között uralkodott. Tehát leszűrhetjük, hogy a szerzőnek a római birodalommal volt gondja, és semmiképpen nem jósolgatott több ezer évvel későbbi dolgokról. Mindenesetre nézzük meg, hogy is ér véget ez az egész, azaz ugorjunk rögtön a 21-22 fejezetekre. Hogy lássuk, milyennek képzelte el a szerző a második földet, ahonnan holokausztoltak minden hitetlent. A 21. fejezetnél Jani elkezd megmérni, ami az emberiség új, végső otthona lesz. 12 ezer futamnyi hosszú, széles és magas. Ezt átszámolva 12 futam az nagyjából 2414 méter, ha KV-t nézzük, furlong to méter átváltással, míg 2220 méter stadionból számított méter, ha a károit vesszük alapul. A nullákat félretéve a métereket átírhatjuk kilométerbe, de a számok változtatása nélkül. Az anyagát, színét, jáspiskét határozza meg, ami túl sokat nem mond, lévén a jáspis lehet fehér, fekete, zöld és vörös is. Mármint ez a város fala, a város maga aranyból vala. És kőfalának rakása jáspisból vala, a város pedig tiszta arany, tiszta üveghez hasonló. Az ő utcájának közepén, és a folyóvizen innen és túl életnek fája vala, mely 12 gyümölcsöt terem vala, minden hónapban meghozvá a gyümölcsét, és leveléje a pogányok gyógyítására valók. Vala. Tehát, mi leszünk a bork, asszimiláljuk magukat, minden ellenállás hasztalan. Lesz még benne egy rakás drágakő, ami viszont nem lesz benne, az növények kezdetnek. És éjszaka se lesz. Szóval jobb lesz, ha megtanultok nappal aludni. Már most. Ezért ragaszkodnak a konzervatívak a nyári időszámításhoz. Itt alvás nem lesz.